minket átölelő kutatáson alapul, azt mutatja, hogy nemhogy pozitív eredményt ért volna el az a módosítás, illetve ez a szisztémaváltás, hanem éppen, hogy negatívan érintette mind az ellátókat, mind a szolgáltatókat, illetve a területi lefedettségre is negatív eredményt, negatív hatással volt. Tehát kérem ezeknek a javaslataimnak a megfontolását, és kérem az észszerű, illetve az átgondolt döntést. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Barázs Zsolt, a Jobbik képviselője. Öné a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. A reggel 9 óra magasságában előadott kisebbségi véleményem, amit a Jobbik nevében, a Szociális Bizottság Jobbik nevében fogalmaztam meg, jó néhány óra eltelt, és rengeteg minden elhangzott ezzel a törvényjavaslattal kapcsolatban, de azt hiszem, hogy a kétpercesekkel egy kicsit szét is lett beszélve, én nem jelentkeztem be előre, de közben támadt néhány olyan gondolatom, amit még tegnap sikerült összeszedni, és közben pedig reggel során ért egy olyan internetes hír, amit mindjárt megosztok majd önökkel, és a jelenlévő államtitkár uraknak arról kérem majd a véleményüket, amit hát egyfajta kérdésként fogok föltenni. Néhány kiegészítés, még néhány szakmai jellegű kiegészítés, szánok az én még ide. Új eszközök és feltételek bevezetésének szándéka üt át az anyagon, aminek lényege az átnevezés általi megszorítás palástolása. Amitán fel sem tűnne egy jóléti társadalomban, de hazánkban már megtanultunk figyelni a verbális finomságokra. A bérpótló juttatás helyett bevezeti a foglalkoztatást helyettesítő támogatási formát, aminek igazolására értékteremtő közmunkát ígér a támogatottak körének és feltételeinek megváltoztatásának fejében, amely alternatíva megtapasztalása után minden munkanélkül fejvesztve rohan a rabszolgapiac szinonimájaként alkalmazott munkaerőpiacra, továbbiakban megtudhatjuk, minden változás a mammonként tisztelt piac érdekében történik, ami ha kielőgülést nyer, az életszínvonal szárnyalni fog országunkban. Bár csak ne ismernénk Raymond Plant véleményét a piac magasztos hatásairól, idézem, ha a fönálló egyenlőtlenségek alapján kívánjuk a piac szerepének növelését, bizonyosan a legkevesebbel érkezők fognak a legkevesebbel távozni onnan. Vagyis a célmeghatározás során semmi szükség nincs a lingvisztikai ködösítésre, az egyenes beszéd viszont nem polkorrekt, ezért nem is a kormány sajátja. A javaslat célját a Jobbik programja két mondatban mondja ki, amit már 2010-ben megfogalmaztunk. Fontos célunk a különböző segélyekkel való visszaélések felszámolása, és felül kívánjuk vizsgálni a munkanélküli segélyezés rendszerét is, a tartós munkanélküliség semmiképpen nem finanszírozható segélyből. A megvalósulást szolgáló eszközök tekintetében támogatandónak vélem, illetve tűnik a minimális jövedelmet biztosító pénzbeli ellátások maximum szintjének és együttes összegének meghatározása. Annyi kiegészítéssel, hogy a Jobbik ebben az aspektusban is felvethetné a szociális kártya bevezetését. A központosítás jegyében támogatandónak tekintem a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet hatáskörének országossá növelését, amennyiben tényleg nemzeti célokat szolgál a jövőben, és gyakorlatilag is részt vállal a krízis helyzetek megelőzésében. Vagyis olyan kutatási célokat szolgáló módszertani elemek bevezetését preferálja, amelyek gyakorlati alkalmazása össztársadalmi érdekeket szolgálna. A javaslat első paragrafusához nekem is lenne egy javaslatom. Itt ugye arról van szó, hogy ki lett a közfoglalkoztató, helyi és kisebbségi önkormányzat, valamint ezek jogi személyiséggel történő társulása. Be is adtam ezt különben egy törvénymódosítóban. A javaslatom a következő lenne, csak és csak is olyan kisebbségi önkormányzatok vehessenek részt a közfoglalkoztatási programban, amelynek vezetői és testületének minden tagja erkölcsi bizonyítványa rendelkezik, és 10 évre visszamenőleg nem volt bűncselekmény, gyanúsítottja, vádlottja, valamint jelentős mértékű APEC tartozása sincs. A munkára ösztönzés mint cél természetesen támogatandó, de csak abban az esetben, ha a kormányzó hatalom előkészítette a gazdasági terepet az új munkavállalók tömeges alkalmazására, közművek építésére, fejlesztésére, renoválására,
javítására, stb. Elkülönített forrásokkal rendelkezik, illetve hazánk adottságai az igazodva egy ökoszociális gazdaság keretein belül bőséges forrásokra támaszkodva tömegesen létesít munkahelyeket az élelmiszertermelő és feldolgozó ágazatban például. Amely előzmények teljesülése esetén az értékteremtő közfoglalkoztatás jogi kereteinek megteremtése és a munkaképes lakosság munkához juttatása az álláskeresők foglalkoztatásának elősegítése érdekében törvényt alkothatna. A javaslat 22-es paragrafus 3 pontja a megszüntetésre ítélt rendelkezésre állási támogatást alakítja át rendszeres szociális segélyé. A továbbiakban szembesülhetünk azzal, miként kíván a kormányzat 2-3 évet nyerni a rendszeres szociális segély folyósításának halogatására, a nyugdíjkorhatás emelkedésével rendszeres szociális segélyre életkoránál fogva a korábbi 55. életévét betöltését előíró szabály helyett az lesz jogosult, aki a rá irányodó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül letölti. E rendelkezéssel az 55 év feletti személyek is foglalkoztathatónak minősülnek. Csak éppen munkát nem kapnak, és rendszeres szociális segélyre sem lesznek jogosulva még néhány évig. Amennyiben felvetjük a szociális kártya bevezetését, ugye a javaslat 22-es paragrafus 4 pontja teljes átírásra kerülhet, amúgy a célzottsága támogatandó, hogy a rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelem határ összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező nettó közfoglalkoztatási bér 90%-át. Ám ha elveinkhez hülyen ragaszkodunk a szociális kártya bevezetéséhez, Jobbik számára jogtechnikailag érdektelenné válhat ez a rész. Próbálok most már rövidíteni. Visszatérve még a reggel is általam említett 97-31-es GVT 37-41-es paragrafusaiból merítek néhány gondolatot, hogyan látom én ezt. A 38. paragrafus a GVT korábbi 96 paragrafus 8-as pontjának 8-as bekezdését írja át, kiegészítésként módszertani szabályozást tartalmaz, és plusz feladatokkal terheli a feladatellátót. A 39. paragrafus a GVT 139 paragrafus a nyilvántartások vezetését szabályozza, továbbra is bürokratikus előírásokkal. A 40. paragrafus a GVT 145 paragrafus a gyermekek védelmének főbb finanszírozási szabályait egészít ki. Talán a pénzügyesek vitatkoznának rajta, de számomra az is elég konklúzió, hogy az államhatalom kapacitás szabályozással kívánja kézben tartani a normatív támogatásokat. A 41. paragrafus pedig a GVT 159 paragrafusának a hatályba léptetését jelöli ki értelemszerűen. Ezen a ponton néhány talán nem egészen ideillő megjegyzést teszek. Egyet mindenképpen, miért kell megvárni egy krízishelyzet eszkalálódását? Van-e mód preventív intézkedésre, és melyek azok? És hát a javaslat 43-45. Paragrafusának a föltörvénnyel összefüggő változtatásai remélem egy ökoszociális premisszákból táplálkozó kezdeményezés jogi formulája, és nem egy újabb termőföld spekuláció első lépése. Legyünk jóindulatúak és reménykedjünk. És akkor visszatérnék a mostani hozzászólásom elejében jelzett feltendő kérdésemre. Reggel az internetről sikerült lehalászni egy internetes portálról egy érdekes cikket, ami a következőképpen kezdődik. Több százer munkanélkülit megmozgató hatalmas állami építkezéseket készít elő a jövőben a közmunkaprogramokat is felügyelő Pintér Sándor. A parlamentnek benyújtott törvénytervezet is arra utal, hogy a belügyminisztérium a nyugdíjból visszaterelt volt rendvédelmi dolgozókkal felügyelteti majd a közmunkásokat, akiket tömegesen fognak a munka helyszínére szállítani, étkeztetni és igen alacsony bérrel jutalmazni. Kormányzati források szerint nincs más megoldás, szakítani kell a segélyezésen alapuló, eddig eredménytelen szociálpolitikával. A kérdésem tulajdonképpen ehhez kapcsolódna, hogy erről van-e szó, esetleg a kormány ezt a T3500-ast most egy zseniális törvény
tervezetnek gondolja, vagy én szerintem inkább innentől kezdve napok óta gondolkodok rajta, egy kicsit így már az agyrém kategóriába tartozik, de kíváncsian várom az államtitkár urak véleményét. Köszönöm szépen. Két perces felsorolásra következik Lenhardt Balázs, a Jobbik képviselője. Reggel 8 óta zajlik ez a vita, délután 3:30 felé járunk, és 2:30? Ja, bocsánat, rosszul láttam az órát, köszönöm szépen. 2:30 felé. Ugye meghallgattunk jó sok hozzászólást, voltak benne jók is, voltak olyanok, amik gyors felejtésre érdemesek, de egyetlen kérdésre, ugye minden percben nem tartózkodtam itt, de semmilyen választ nem kaptunk, hogy hogy gondolják ezt a napi 4 órás foglalkoztatást. Hogy gondolják, hogy embereket akár 6 óráig is utaztatnak, és utána napi 4 órába fogják foglalkoztatni. Mit csinálnak a többi időben? Tehát ez Comba Sándor államtitkár úr elmondta, és teljesen igaza volt, hogy a 28.500 forintból képtelenség megélni, amit bérpótló juttatásként kapnak a mostani átlástalanok, de most az önök által javasolt 37 vagy 38 ezer forintból ugyanilyen képtelenség megélni, még a duplájából is nagyjából, és mégis ez az ajánlatuk. Tehát nagyon jó lenne, hogyha ezt átgondolnák, és ennek függvényében tényleg egy olyan közmunkaprogramot tudnának kialakítani, ami érdemi megoldást ad a munkanélküliség valóban óriási társadalmi feszültségére és égető problémájára. Köszönöm szépen. Szintén 2 perces felszólásra következik Vágó Gábor, az LMP képviselője. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, csak szeretném jelezni Lenhardt képviselő úr kérdése, az sokkal súlyosabb, mint ami, ahogy ön megfogalmazta, mert nem az, hogy 36 ezer forintból nem lehet megélni, ez egyrészt igaz, de itt 36 ezer forintból kell egy egész családot fenntartani, mert családonként csupán egy ember juthat hozzá a közmunkához. Ilyen térségekben ráadásul arról van szó, hogy itt nem a helyi gazdaságot akarják fölpörgetni, nem a helyben akarnak munkahelyet teremteni, helyben akarnak beruházásokat eszközölni, hanem nagy megalomán beruházásokra, mint ahogy azt az újságcikk is írja, amit kormányzati források megerősítettek, nagy megalomán beruházásokra, buszos konvojokkal fogják majd szállítani az embereket. Ezáltal nem a helyi gazdaságba pörög vissza majd a pénz, hanem nagy vállalkozók, nagy építkezéseken kihasználják az olcsó munkaerő adta lehetőségeket. Tehát itt kérem, azt vegyék figyelembe, ahogyan felolvastam a 13. Leó pápa enciklikájában is, hogy azokat az embereket, akik a nyomorúságban élnek, nem lehet otthagyni, mert ők az, akik megadják a termelést, a gazdaság alapját adja ez a munkaerő. Nem lehet kizsákmányolni, hagyni ezeket az embereket. Nagyon szépen kérem önöket, gondolják át még egyszer, hogyan lehetne egy utat kivezetni, utat találni ebből a kátyúból, amiben most vagyunk, és ezt elismerjük, hogy most jelenlegi helyzet sem jó. Az út a munkába program se volt egy nászmenet, viszont látni kell azt, hogy hogyan lehet olyan segítő kezet adni, ami járni megtanítja az embert. Köszönöm szépen. Tisztelt országgyűlés, megkérdezem, kíván-e még valaki felszólalni? Jelentkezőt nem látok, így megkérdezem Tárai András államtitkárt, igen, a vitában válaszol az elhangzottakra államtitkár úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, megpróbálok reagálni valóban az elhangzottakra, véleményt mondani, kicsit értékelni, különösen az ellenzéki pártok által elmondottakat, hiszen a kormánypártok alapvetően támogatták az előterjesztést, amit ezúton is megköszönök nekik. Úgy látom, Vágó Gábor visszajött a terembe. A 6,5 órás vitán nem nagyon láttuk itt képviselő urat, de örülök, hogy humoránál van. A Magyar Szocialista Párt részéről azt gondolom teljesen egyértelmű, hogy kiállt az úgynevezett út a munkába program mellett, és a Magyar Szocialista Párt azt tartja üdvösnek, amit azzal a kormánnyal próbáltak végrehajtani, ami csúfosan megbukott. Higgyék el, hogy az, hogy úgy szerepelt a pártjuk a választáson, ez a program is benne van. 3 szempontból szeretném értékelni, az állami, az egyén szempontjából és az önkormányzat szempontjából. Nyilvánvaló, hogy az egyén szempontjából az a program,
az egy teljesen jónak tűnő program, hiszen kötelezően oda kellett menni az önkormányzathoz, elmondták, hogy meg fogja kapni a minimálbért, aztán vagy jutott neki munka, vagy nem jutott neki munka. Lényeg az, hogy szerződést kötöttek vele, rendesen kapta a fizetést. A legnagyobb probléma az, hogy azzal hitegették az embereket, hogy egyébként egész élete során így most már megoldódott neki a munkahelyi problémája. Azt gondolta, hogy ő bekerült ebbe a rendszerbe, és innentől kezdve neki nem kell azon gondolkodni, hogy egy jobb munkahelyre menjen, hiszen ennél jobbat nem is találhatott. Hiszen most bocsánat, a polgármesteri példámat hozom föl, Mezőkövesden éppen ekkor polgármester voltam, és azt hittük rosszul látunk, mikor azt láttuk, hogy 250 embert kell a törvény szerint foglalkoztatni az önkormányzatnak. Hát akárhogy osztottunk, szoroztunk, tehát ennyi munka nem volt a városban, hiszen alapvetően önkormányzati feladatok szempontjából le volt fedve a város. Nem volt mese, beraktuk például a hölgyeket az intézményekbe a fölvett takarítónők mellé. Hogy gondoltuk, hogy úgy jobb minőségben meg fogják csinálni a munkát, és majd el fogja tanulni, és esetleg takarítónő válhat belőle. Hát nem jött be a dolog, és a következő történt. Az a takarítónő, aki fel volt véve az intézménybe, azt mondta, hogy hát ő hogy csinálja meg a munkát, mikor most már van egy beosztott takarítónő. Az a hölgy, aki közmunkaprogramként bekerült az intézménybe, az igazán nem tudta, hogy ezt a munkát hogy kell megcsinálni, és egyébként is azt mondta, hogy egyébként meg föl van erre véve erre a munkára az önkormányzat által egy személy, akinek a dolga ez. A vége mi lett belőle, a munka se lett elvégezve, a munkamorálja annak, akinek föl volt véve romlott, és annak, akit pedig a közmunkaprogram keretében fölvettünk, annak pedig sajnos nem javult, és nem vágyakozott másik munkahely iránt, mert még egyszer mondom, ennél jobb állást az életbe nem talált volna. És sorolhatnám a számtalan példákat, nem mondom, hogy mind a 250 emberrel így voltunk, de azt kell, hogy mondjam, hogy a nagyobbik részével sajnos így. Persze mi nyugodtak voltunk, hiszen megvan a fedezete. Ilyet nem is láttunk még, hogy az állam egy ilyen munkára 95%-át odaadja a költségeknek. Köszönjük szépen, a polgármester népszerű, hiszen munkát ad az embereknek. Igaz, hogy azoknak körülbelül egy harmaduk végez effektív olyan munkát, ami egyébként mondjuk az, hogy értékteremtő, de inkább csak azt mondom, hogy hasznos munkát, de hát a többit meg kifizeti az állam. Hát ilyen rendszert működtetni az egyén szempontjából, ez persze, hogy rendben volt, jó volt, hiszen még egyszer mondom, minimálbér, nem túl megfeszített munka, és rendben van az életünk. Az önkormányzat szempontjából is jó volt, hiszen egyébként a törvényben és a költségvetésében meghatározott feladatra kapott az államtól plusz forrásokat. Igaz, hogy nem pénzként, hanem adtak neki munkaerőforrás, munkaerőt adtak neki pluszban. És teljesen át is állt az önkormányzatok gondolkodása egy év alatt erre, hogy egyébként mondjuk a település üzemeltetési feladatokat próbáljuk meg így megoldani. De azért azt én nem tudom elfogadni, hogy egy plusz állami forrásból kötelező önkormányzati feladatokat kelljen megoldani, és hogy a közmunkaprogram ezt a célt szolgálja. Az önök gondolkodásában ezt a célt szolgálta. Végezetül az állam szempontjából nézzük meg a dolgot. Na, itt vannak a gondjaim és a problémáim. Egyrészt úgy gondolom, hogy a 150 milliárd forintnak nem tudom hányad része növelte nyilvánvalóan az államadóságot. Tehát ennek a közmunkaprogramnak egy része, vagy lehet, hogy mind, az államadóság növeléséből lett finanszírozva. És hogyha most így rakjuk össze a történeteket, hogy akkor hogy is van ez? Persze munkát adunk az embereknek, csinálnak valamit, egyébként senki tényleg nem kontrollálja, az önkormányzat lelkiismeretén múlik, hogy hogy szervezi meg, de a legjobb lelkiismeretével sem tudta úgy megszervezni, hogy az mind értékteremtő is hasznos munka legyen. Most erre mondják önök azt, hogy az a rendszer volt a jó. Arra volt jó, nem véletlen, hogy nem a 8 év kormányzásnak az első évében találták ezt ki, mert ez teljesen finanszírozhatatlan. És még a választás megelőző év nem is január 1-től, hanem az év közepétől, áprilistól indult, mert ki volt számolva,
hogy a következő választásokig körülbelül egy évig, hát valahogy majd csak kinyögjük, egyébként ha elvesztjük a választást, 2010-ben meg egye meg a költségvetést, kit érdekel az államadóság. Ezért csinálták önök, egy politikai hasznot szerettek volna belőle húzni, és nem mondom egyébként, hogy nem húztak belőle a politikai hasznot, mert valószínű, hogyha ezt a programot nem csinálják meg, még ennyi szavazatot sem kapnak. Tehát igenis sikeres volt az, hogy a választópolgároknak az önök programja mennyibe került, úgy gondolom, hogy ezt a kérdést így is kellene vizsgálni, és akkor már mindjárt megvonjuk a mérleget, hogy az út a munkába program nem ért semmit. Drága volt, haszontalan volt. És most fölteszem a kérdést. Mennyi ember jutott vissza a munkába? Mennyi ember került vissza a munkába? Hogyha önöknek hinni lehet, hogy még nagyobb Magyarországon a munkanélküliség, akkor valószínűleg, hogy ez úgy van, hogy az önök által szervezett út a munkába programból nagyon sokan visszatértek a munkába, de jött az a fránya Fidesz, aki viszont a munkahelyeket megszüntette, és aztán az egyenleg úgy jön ki, hogy persze ezt a Fidesz csinálta. Persze ezt nyilván ezt ön sem hiszi el. Az a gyanúm, hogyha megvizsgálnánk azt, hogy valójában mennyien kerültek vissza a munkába, egy nagyon alacsony számot kapnánk, és valószínűleg, hogy egyébként a program nélkül is visszakerültek volna ugyanezek a munkába, mert igenis azok az emberek akarják azt, hogy dolgozzanak. Most bírálatot kaptunk azért, mert nagyobb állami szerepvállalás lesz a jövőben a közfoglalkoztatás szervezésében. Én azt gondolom, hogy az, hogy a belügyminisztériumba került a közfoglalkoztatási program, ennek az alapvető oka az, hogy a belügyminiszter felügyeli az önkormányzatokat. És ha most megnézzük, akkor a közfoglalkoztatásnak a nagyobbik részét valóban az önkormányzatok szervezik. Azt kell, hogy mondjam, hogy egyetértek azokkal a véleményekkel, akik azt mondják, hogy elsőként a térségben kell megvizsgálni azt, hogy hogyan lehet kezelni a munkanélküliséget. Egyetértek azzal, hogy ebben az önkormányzatoknak nagyobb feladatot kell, hogy kapjanak. És még azzal is egyetértek egyébként, hogy az önkormányzatok fogják össze a civil társadalmat és egyébként a gazdaságot, a gazdasági társaságot és a vállalkozásokat, és kvázi mai mondás szerint kistérségi, lehet, hogy később járási szinten gondolkodjanak abban, és készítsenek egy programot, hogy hogyan tudják lefedni a mindenkori munkanélkülieket, hogyan tudják értékteremtő munkára bevonni. Én tudom, hogy ez túlmutat a mai törvényen, de szeretném azért törvényjavaslaton, amire ma tárgyalunk, de szeretném azért azt hangsúlyozni, hogy ez nem zárja ki azt, hogy egy ilyen gondolkodás, összefogás és egy ilyen új önálló, önkormányzati, közfoglalkoztatási program megvalósuljon. Egyetértek, és szeretném jelezni, hogy a önkormányzati koncepció munkaanyagában a területfejlesztésnek a megyei szintre való helyezés ezt teljes mértékben alátámasztja. Hiszen a területfejlesztés megyei, vagy később járási szinten tudjuk megszervezni, és ahhoz hozzá tudjuk rendelni a közmunkaprogramot, azt gondolom, hogy ennek az elvárásnak, amit még egyszer hangsúlyozok, egyetértek, hogy kistérségi szinten csináljunk egy önálló közfoglalkoztatási programot, ennek sokkal jobban meg fogunk tudni felelni. És az is igaz, hogy támogatni kell azokat a jó példákat, most elnézést Varga Lászlóval nem értek egyet, tehát azzal nem értek egyet, hogy az a jó példa, hogy Miskolcon lefestették a játszóteret. Azzal viszont egyetértek, hogy egy faluban megszervezték azt, hogy az élelmezési anyagokat hogyan állítják maguk elő, és legyen az zöldség, vagy bármi más, vagy élő állat, és azt a közmunkásokkal gondoztatják, és a végeredmény az a termék az, hogy beviszik a településnek a saját konyhájára. Ezekkel a példákkal egyetértek, és még sok más jó példa is van e tekintetben. Tehát ez úgy gondolom, hogy ez szorgalmazandó, és meg kell tudni határozni ennek a feltételeit. Összességében azt látom, hogy azon kívül, hogy az MSZP kimondja, hogy munka és nem segély, minden véleménye és minden döntése, ami eddig volt, pont az ellenkezőjét támasztja alá. Tehát ez jó szlogen, higgye el nekem, képviselő asszony, az út a munkába program nem volt más az embereknek, mint egy más formába öntött segély.
Semmi másról nem szólt. Mert hogy dolgozni és gondolkodni, hogy dolgozni kell, az embereket nem tanította meg, az egészen bizonyos. A Jobbiknak a véleményének alapvetően örülök, hiszen legalábbis én úgy hallom, nem minden képviselő felszólásában, hogy támogatják alapvetően azt a célkitűzést, amit mi kitűztünk a törvényjavaslattal. Természetesen a tartalmával vannak gondok. Én egyet vettem ki, és azt kell, hogy mondjam, hogy azzal is egyetértek, hogy bizonyos tekintetben munkanélkül és munkanélküli között differenciálni kell. Tehát valóban egyetértek azzal, hogy egy képzett diplomával rendelkező ember, aki átmenetileg munkanélkülivé lett, azzal igenis ne nyirassunk füvet, vagy ne építessünk gátat adott esetben, vagy legalábbis a munkafolyamatban olyan munkát kapjon, ami a képzettségének, a végzettségének megfelel. Ezzel maximálisan egyetértek. Szeretném azt is jelezni, hogy szerintem ez a törvényjavaslat, ez ezt nem zárja ki, hiszen valójában ez a munkának az első lépcsője, de arról egy kicsit később szeretnék majd beszélni. Én úgy gondolom, hogy a Jobbik elfogadta azt az elvet, és azt az irányt, hogy igenis munkanélkül jövedelemhez, adott esetben még segélyhez sem lehet jutni. Való igaz, hogy az államnak ezeket a feltételeket meg kell tudni teremteni. Az LMP véleményét igazából nem tudtam megismerni, hiszen nem nagyon vettek részt a vitában, bár itt a frakcióvezető óra végén a 6. óra után próbálkozott egy 2 perces kérdéssel, akkor már ő is bekapcsolódott a vitában, és a Vágó Gábor mondta el a frakció álláspontját. Én ebből egy dolgot tudtam kivenni, hogy miért kap kevesebbért az a közfoglalkoztatott, tehát a közfoglalkoztatott ugyanannyi munkáért miért kap mondjuk kevesebbért, miért nem kapja meg adott esetben a minimálbért. Én azt gondolom, hogy ez elvi szinten ez a felvetés valós. Csak hogyha visszakérdezek, hogy hogyan lehet azt akkor elérni Magyarországon, hogy ne érje meg segélyen lenni, jobban megérje a közfoglalkoztatásban részt venni, de még jobban megérje rendes munkát vállalni, és rendes határozatlan idei munkavégzést végezni bárhol, vállalkozói szférában, vagy akár közszférában. Én azt gondolom, hogy a célja érthető ennek a szabályozásnak és ennek az elképzelésnek. És persze az a vita, hogy az a pénz egyébként mire elegendő, ez is egy valós vita, azonban emellé szerintem oda kell tenni azt, hogy milyen színvonalon él az ország és milyen helyzetben van most az ország. Tehát én nem gondolom azt, hogyha a minimálbértől kevesebb összegből kell valakinek megélni, ezzel nem ösztönözzük ebben a rendszerben arra, hogy ezt a munkát mégis vállalja. Az önkormányzatoknál felvetett kérdésekkel pedig alapvetően az előbb elmondtam egyetértek. Sok kérdés vetődik föl, hogy források. Én arra kérek mindenkit, hogy ne a 2011. évi költségvetésben gondolkodjunk. Tehát ez a peremszabályozás és a keretszabályozás, amit most a közfoglalkoztatásnál remélhetőleg meg fogunk alkotni, azért ez több évig működni fog. Készen lesz a szabályozás, ugye a második fél évre ez hatályos lesz bizonyos értelemben, de csak ezt követően fogjuk csinálni a 2012. évi költségvetést. Tehát én nem gondolnám, hogy a közfoglalkoztatás kapcsán ezek a számok, amelyek 2011-re most igazok, azok 2012-re is igazak lesznek. Tehát itt nyilván történik egy olyan szabályozás, ami a jövőnek szól. Ami egy olyan szabályozás, ami eljárási szabályokat és alapvetően a juttatásokat fogja majd szabályozni. Én azt gondolom, hogy egyetértve sok esetben a felszólásokkal,
hogy ez csak akkor ér valamit, hogyha ehhez több forrást tudunk teremteni. Úgy gondolom, hogy ahhoz, ehhez a közfoglalkoztatási rendszerhez forrást tenni már sokkal jobban meg fogja érni, hogy úgy mondjam, az egész országnak. És ugyanez vonatkozik a 4 órás foglalkoztatásra is. Én teljes mértékben elfogadom azt, hogy ez nem optimális megoldás. A 4 órás foglalkoztatásnál csak egy rosszabb van, hogyha